Nyugat-Mezőföld északi részén járunk, utunk célját úgy hívják, Jenő. És igen, mi is azt hittük, amit a legtöbben, hogy a falu neve a személyi névből származik, pedig a kutatások szerint ez valószínűleg nem így van. A kutatók véleménye már a nagyjából megegyezik abban, hogy az elnevezés az egyik ómagyar törzs itt megtelepedett töredékének emlékét őrizte meg. A község első okleveles említését 1257-ben találjuk, Villa-Jenei alakban. A török hódoltság előtt és idején a környék lakatlan puszta volt, amelyről azt tudjuk, hogy 1770-től 1861-ig Nádasladányhoz tartozott. 1861-től kisközségként említik a székesfehérvári járásban, 1950-ben lett önálló tanácsú község. A falu római katolikus temploma 1995 és 1999 között épült, építését a veszprémi érsekség irányításával az önkormányzat, a helyi lakosság, valamint a hazai és külföldi hívek támogatása segítette. A templomot 1999. november 6-án munkás Szent József tiszteletére dr. Márfi Gyula veszprémi érsek szentelte fel. A millennium emlékére 2001-ben emlékparkkal, játszótérrel és pihenőparkkal is gazdagodott a község. Jenő lakói gazdag kulturális hagyományokat ápolnak. A jenői népszokások gyűjtését az 1950-es években kezdték el, 1954-ben alakult a népi együttes, ugyanebben az esztendőben jenői népművészeti napokat tartottak, melyek kiemelkedő eseménye volt a 30 párból álló tánckar bemutatkozása. Az úgynevezett jenői viselet az 1950-es években még az élő hagyományokhoz tartozott. A lányok jenői szabású rózsaszín brokátsejemből készült ruhát viseltek, a férfiak pedig ezüstgombos kabátot, sötétkék ellenzős nadrágot, kemény szárú csizmát és keskeny karimájuk alapot hordtak. A község lakóinak a legutóbbi időkig sajátos népszokásai, táncai voltak. Népviseletük több darabját a Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteménye őrzi. Sőt, a falu asszony kórusa napjainkban is viseli. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.